ismét kiállításnak adott otthont a Gödöllői Polgármesteri Hivatal földszinti kiállítóterme. Braun Katalin integrált coach, költő és rajzművész tárlatát április 2-án Pece Dániel, Gödöllőváros alpolgármestere nyitotta meg. Köszöntöm Önöket így nagy hivatalosan Gödöllőváros önkormányzata nevében, Braun Katalin, festőművész, fotográfus, life coaching, kiállítás megnyitóján, de úgy is mondhatnám akár, hogy köszöntöm Önöket Gödöllőváros önkormányzata nevében, Braun Katalin, vagyis a szeretet tanúságtételén. Nyilván furcsa ez a megfogalmazás, aki ismer, például Piroska, hiszen egy faluból valók vagyunk, és sok kiállításon találkoztunk már, én mindig beszélek, ő pedig énekel és zenél. Én nem szoktam szeretni a konvencionális megnyitókat, vagy beszédeket, ezt sem gondolom, hogy annak kéne lenni. És nyilván Kati sem egy konvencionális, a szószoros értelmébe vett festőművész, hanem ahogy ránézünk a műveire, az látszódik belőle, hogy valami sokkal több van mögötte. Lehet, hogy nem tanulta úgy az ecset használatot, nem is ecsetet használ egyébként, de mégis árad a műveiből valami. És amikor tegnap beszélgettem vele, én mindig arra törekszem, hogy megismerjem az embert, akiről beszélek, megismerjem a műveit, hiszen vagy megfordíthatnám, a művei által ismerszik meg az ember is. És aztán utána olvastam, ez is jó szokásom az interneten, és azt is megtudtam, hogy 18 éves korára Hermann Hesse összes művét betéve tudta, vagy csak elolvasta. Ő egyébként azt írta, az égvilágon mindent utánozhatunk és meghamisíthatunk, csak a szeretetet nem. Szeretetet nem lehet lopni, utánozni. A szeretet csak olyan szívben lakozik, amely mindenestől képes odaadni magát. Ez minden művészet forrása. Én tovább gondoltam, azt gondolom, hogy ez minden forrása. A szeretet mindennek a forrása, és nagyon örülök, hogy megnyithatom ezt a kiállítást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon örülök, hogy így a Szent Háromnap kezdetén, amikor a húsvétra készülünk, szolgálhatom a szeretetet. A szeretetet, aki önmagát adta oda értünk. És számomra Kati művei ezt tükrözik. Azt tükrözik, hogy az ő szívében ott van a Hesse által is mondott szeretet, és az látszik a művészetből, direkt ezzel kezdtem, a művészetéből, hogy ugyan ecsetforgatást nem tanult, de az látszik a műveiből, hogy ő mindenestül képes odaadni magát másokért. Nyilván a családjáért elsősorban és más emberekért. És még egy gondolatot engedjenek meg, life coaching, életvezetés. Én meg erre azt mondtam, hogy életmentés. Ő életét odaadja mások életéért. Amikor beszélgettünk, azt is elmesélt, hogy életet változtatott, és nyilván a saját egzisztenciáját akár kockáztatva is átképezte magát, hogy mások életét menthesse. És hát azt gondolom, hogy a művészet is egy ilyen life coaching, mert aki bejön ide, látja ezeket a meleg színeket, ezeket az ábrákat, és hajlandó mögé nézni, akkor valami megváltozik. Végezetül köszönöm, Kati, hogy elhozta a műveit, köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy alkot, és hogy önmagát adja másokért, mert hogy ne felejtsük, készülődve a húsvétra, hogy a legfőbb parancs micsoda, szeresd uradat Istenedet, és szeresd embertársaidat, mint önmagadat. És végezetül, ha már így a szeretetről, magáról beszélünk, akkor engedjék meg, hogy felolvassam a bizonyos szeretet himnusz egy részét, és ezzel meg is nyissam a kiállítást. Azért mondom ezt így, mert ezután már nagyon bután
hangzik ez az idézet után, hogyha bármi mást mondok. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Braun Katalin rajzai mellett saját verseivel is megajándékozta a megnyitó résztvevőit. Vágyom én beleolvadni, egyé válni, áramolni, egybeolvadni, végtelen békét megélni, az egységet belélegezni, a határtalanság mezeire lépni, vágyom én. Szárnyalni a mindennel, szárnyalni a lelkemmel, vágyom én. A vízzel áramolni, a virággal bódítani, a madarakkal repülni, a hegyekkel némán állni, a szemeddel látni, vágyom én. A mindennel az egységet, vágyom én, mely betakar és átölel, lágyan és melegen, mint a végtelen. A megnyitón közreműködött Dezső Piroska hegedű művész, népdalénekes és Nussbaum Ferenc gitárművész. Szeretnék még megosztani arról az útról, amit megtettem idáig, ami számomra egy nagyon nagy út volt, hiszen egy olyan pontról történt a váltás, ahol egy nagy megfelelési vágy vitt engem előre. Különböző elvárásoknak, amik kihívások voltak számomra, és azok vittek előre. Amiben sikeres is voltam. És jött egy váltás az életemben, és ebben a váltásban valamit megismertem olyan részt magamból, amit addig nem is tudtam, hogy létezik.
És ez az egyik, amit itt lehet látni ebben a térben, ez az alkotás megszületése. És szerintem minden emberben benne van ez az alkotás. Csak sokszor nem tudjuk, hogy ott van bennünk. Ez volt az egyik ajándéka ennek a váltásnak, hogy én ezt fel tudtam fedezni magamban. És ennek a felfedezésnek az volt a legbecsesebb része, hogy ebben az alkotásban azt tudtam megélni, hogy nem kell megfelelnem. Hogy bármi megszülethet. Nincs elvárás. Csak egy pillanat varázsa van, és mindaz, ami engem vezet, azt meg tudom jeleníteni. Ezekért a tapasztalatokért én nagyon hálás vagyok, mert ez egy merőben más tapasztalat volt, mint azelőtt az életemben. És az, hogy ezt én meg tudtam tapasztalni, ezt át is tudom adni másoknak. Úgy érzem, ebben már hiteles lettem. Egész addig nem tudtam volna ebben hiteles lenni.